Saját személyes életemben is vannak olyan nagyon erős baráti kapcsolatok, amelyek évtizedek óta egy támogatást jelentenek, és ezeknek a kapcsolatoknak a továbbélése szerintem mindenkinek egy életen át tartó erőforrás lehet. F. Lassó Zsuzsa vagyok, pszichológus, az ELTE tanítói és óvóképzőkar egyetemi docense. A diplomámat Debrecenben szereztem, de a doktori képzésemet már az ELTE-n végeztem, és azóta 2005 óta dolgozom az ELTE-n a tanító és óvóképző karon. Már a diplomamunkámat is a társas kapcsolatok kutatásából végeztem, és a doktori disszertációm is a társas kapcsolatokról, a barátságokról szól. Fokozatosan a felnőttek irányából alakult az érdeklődésem a gyerekek irányába, és fordult át kifejezetten a gyerekkori társas benyomások és gyerekkori élmények vizsgálatára. Jelenleg a mentális sérülékenység az egyik fő kutatási terület, és a reziliencia, ami lélektani rugalmasságot jelent, illetve a társadalmi nem és a szexuális nevelés, ez a legújabb terület, ami felé a kutatások irányulnak. Azt gondolom, hogy a barátság pont az önkéntesség és a választottság miatt nagyon különbözik a családi kapcsolatainktól, és így egy nagyon fontos kompenzáló tényező lehet kifejezetten azoknak a gyerekeknek vagy felnőtteknek, ahol a családi kapcsolatokban nehézségek, kihívások vannak. A családi mentális sérülékenység például egy ilyen nagy kihívás egy gyermeknek, és ahol a társas kapcsolatok, a társas támogatás egy nagyon fontos erőforrás lehet. És ennek a kutatása, illetőleg a más társas kapcsolatok támogató erejének a kutatása a főkutatási területen. A kutatásaink nem alapkutatások, így nem a jelenségek tényezőire, hanem a jelenségek befolyásolási lehetőségeire irányulnak, így a reziliencia és a mentális sérülékenység kutatása kapcsán például arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gyermekkori mentális jólét állapotát hogyan tudják támogatni a pedagógusok, a kortársak, a baráti kapcsolatok, tehát mindazok a társas tényezők, amelyek társas támogatásként lehetnek jelen és kompenzáló faktorként lehetnek jelen. Az eredményeink egyértelműen azt igazolják, hogy a pedagógus lehet egy mentor, hogy a kortársak lehetnek társas támasz a gyermek számára, még olyan nehéz helyzetekben is, mint a gyermekotthonokban nevelkedő serdülők esetén. Emellett gyermekkori visszaemlékezéseket kutatunk, ahol azt vizsgáljuk, hogy milyen támogató tényezők, reziliencia faktorok jelennek meg, amelyeket akár az intézményes nevelésben, akár a közösség szolgáltatásokban kihasználhatunk, és ezekre építve fejlesztő tréningprogramokat alakíthatunk ki. A legfrissebb kutatásunk például gyermekkori mentális sérülékenység, családi mentális sérülékenység esetén vizsgálja a pozitív emlékek, pozitív élmények felidézésének védő faktorát, amely úgy működik, mint Harry Potter patronus bűbája, ahol a pozitív élmények harcba szállnak a nehéz, befolyásolhatatlannak vagy bejósolhatatlannak tűnő érzésekkel, gondolatokkal. A kutatási eredményekre építve reményeink szerint majd fejlesztő programokat, tréningprogramokat tudunk kialakítani. Jövőbeli terveink szerint ez a tréningprogram, ez a patronus program a pedagógus által is használható program lesz, és némi felkészítéssel a pedagógusok is tudják támogatni ezáltal a mentálisan sérülékeny családokban nevelkedő gyermekek megküzdését, lélektani rugalmasságát.